Június 15-e, Jézus hazaszeretete. Mai igénk a Lukács evangélium a 19. részének 41. és 42. versében van. Amikor közelebb élt és meglátta a várost, megsiratta. Bár felismerted volna a békességre vezető utat. Jézus Krisztus személyválogatás nélkül minden embert nagyon szeretett, de azt a népet, amelyből emberi eredetét tekintve származott, különösen is. Ez megkülönböztetés? Igen, de olyan, amiből soha senkinek nem származik hátránya. Elsősorban Izrael házának elveszett juhaihoz jött, de meggyógyította a római százados szolgáját is, sőt, az ő hitét példaként állította honfitársai elé, és meghallgatta a pogány Kánaáni asszony könyörgését is. Nem tett különbséget a maga népe és a többi nép közt, de sorrendben saját népe volt az első helyen. Még sírni is tudott miattuk. Jézus tanítványainak ma is mindenkit őszintén szeretniük kell. De természetes, hogy ezek közt elsősorban a maga népét szereti mindenki. Ahogy Pál Lapostól is írja, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Leginkább azokkal, de soha nem mások a rovására. Aztán, ha nem ilyenek vannak bajban, és segíteni kell, a testvéreinket hanyagoljuk el átmenetileg, de mégis van egy alapvető sorrend. Miért? Mert nem véletlen az, hogy melyik család és melyik nép tagjává születtünk. Hisszük, hogy Isten jelölte ki lakóhelyünk határait, s amelyik közösségbe belehelyezett, azért felelősek vagyunk. Nem csak élvezni kell annak a működését, hanem munkálni is, hogy minél jobban működjék. Ez a keresztény ember politikai felelőssége. Nem lehet közömbös a polisz, a város sorsát illetően. Ezt Isten még a babiloni fogságba hurcolt népnek is megparancsolta. Ennek a felelősségnek része a becsületes munka, az állandó imádkozás, a megszentelt élet s állásfoglalás minden Isten szerinti hosszal szemben, minden Biblia szerinti jó mellett.